Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. Május 1-e van a Nemzetközi Munkásosztály hagyományos ünnepe, és azt se felejtsék el, hogy ma van anyák napja is. A heti tévé nevében köszöntjük az édesanyákat is. És most főbb híreink. Minden készen áll az új parlament holnapi alakuló ülésére. A kormány meg akarja védeni a nyugdíjasokat, ezért jelentős emelést kapnak. Ukrajnában a harcok dúlnak, körülötte pedig a nyilatkozatháború. Rekord részvétel a tó körüli Ultra Balaton futóversenyen. És most a részletek. Budapesten holnap tartja alakulóülését a 4 hete megválasztott új országgyűlés. A tanácskozást a leköszönő államfő nyitja meg, majd tájékoztatást ad a megbízó levelék átvételéről. A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke is beszámol a választásról, amelynek eredményeképpen a Fidesz-KDNP 135, az ellenzéki tömörülés 57, míg a Mi Hazánk mozgalom 6 mandátummal rendelkezik. A pártok a héten megpróbáltak megegyezni a tisztségek és a bizottságjegyek elosztásáról, de nem tudtak megállapodni. Így a régi új házelnök Kövér László dönt az elhúzódó vitában. Áder János már fel is kérte miniszterelnöknek Orbán Viktort, aki viszont tegnap aláírta a nyugdíjemelésről szóló rendeletet. Ez szerint júliustól 3,9%-kal emelkedik az ellátás. Orbán Viktor kiemelte, hogy a döntés visszamenőleges érvényű, vagyis júliusban az előző 6 hónapra esedékes összeget is megkapja minden érintett. A kormányfő azt mondta, a háború miatt emelkednek az árak, nő az infláció, ezért meg akarják védeni a nyugdíjasokat. Emlékezetes, hogy a nyugdíjakat januárban 5%-kal növelték, de jelenleg arra számítanak, hogy a pénzromlás mértéke 9% körül lesz. Ezt igyekeznek kompenzálni a most bejelentett emeléssel. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a július közepén döntik el, hogy továbbra is fenntartsák-e az árstoppokat, amelyeket egyelőre 2 hónappal hosszabbítottak meg. Addig viszont nem változtatnak a rendszeren. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója közben arról beszélt, hogy középtávon ki kell vezetni az átmeneti intézkedéseket, és vissza kell térni a piaci normákhoz. Úgy vélte, szabályozások áruhiányhoz vezetnek. A kis benzinkutak arra panaszkodnak, hogy már most csőd közeli helyzetben vannak, és a meghosszabbított árstopp miatt sokat be is kell zárni majd. A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke Egri Gábor azt mondta, a szektorban már most is óriási a gond, és helyzetük normalizálódásához minimum 40 forintos literenkénti támogatás kellene. A kormány nem látja akadályát annak, hogy Magyarország megkapja az uniós helyreállítás alapból megítélt pénzeket. A kancellária miniszter szerint erre a következtetésre jutottak, miután áttanulmányozták az Európai Bizottságnak a jogállamisági eljárás megindításáról szóló levelét. Gulyás Gergely azt mondta, néhány kérdésben a kormány nem tud engedni, de a felvetésekről már hónapok óta egyeztetnek, és nincs olyan pont, ahol ne lenne nézetazonosság, vagy ne találnának elfogadható megoldást. Az Európai Bizottság szóvivője viszont azt közölte, hogy Magyarország továbbra sem nyújtott be új tervet. Hivatalosan, tehát nincs olyan dokumentum, amely alapján jogosult lenne a 3300 milliárd forintos keretre. Az amerikai elnök további 33 millió dollárt kérte a kongresszustól, hogy újabb fegyvereket küldhessenek Ukrajnába. Joe Biden azzal érvelt, hogy egyelőre elfogyott a pénzük, de az orosz agresszió megállításához további katonai segítségre van szükség. Az Egyesült Államok eddig már több mint 50 millió lőszert küldött a harcoló országnak, és minden orosz tankra 10 páncélelhárító rendszer jut. Az elnök kiemelte, támogatniuk kell Ukrajnának a szabadságért vívott harcát. Csak így lehet értelme annak az áldozatnak, amelyet az ukránok ezekben a hetekben hoznak, tette hozzá. Az orosz elnök ellencsapással fenyegetett meg mindenkit, aki kívülről be akar avatkozni az ukrajnai háborúba.
Vlagyimir Putyin szerint mindez elfogadhatatlan stratégiai fenyegetést jelentene országának, és villámgyors csapásokkal válaszolnak rá. Emlékeztetett rá, hogy ezt a figyelmeztetést a különleges hadműveletnek nevezett invázió elején is elmondta. Az ukrán külügyminiszter viszont úgy vélte, Moszkva kezdi elveszíteni azt a reményét, hogy elriassza a világot Ukrajna támogatásától. Dmytro Kuleba ennek tulajdonítja, hogy az orosz külügyminiszter a harmadik világháború valós veszélyét emlegette. Szergej Lavrov egy interjúban arra indette a nyugati államokat, hogy ne becsüljék alá az Ukrajnával kapcsolatos nukleáris konfliktus megnövekedett kockázatát. Franciaországban a nagy fölénnyel újjáválasztott államfő tovább tárgyal az új kormány megalakításáról. Emmanuel Macron várhatóan néhány napon belül megnevezi az új miniszterelnököt. Egyelőre annyit mondott, olyan valakit kér fel, aki érzékeny a szociális, a környezetvédelmi és a produktivitási kérdések iránt. Már közölte azt is, az új kabinet egyik fő feladata az lesz, hogy a másfél hónap múlva esedékes nemzetgyűlési választáson biztosítsa a parlament többségét az elnöknek a további kormányzáshoz. Így lényegében a múlt vasárnap zárult elnökválasztás másnapján megkezdődött az újabb kampány. A felmérések szerint a franciák többsége jelenleg nem szeretné, ha az elnök pártja újra többséget szerezne a nemzetgyűlésben. Szlovéniában egy hónap múlva alakulhat meg az új kormány. Ezt közölte Borut Pahor államfő, aki a választásokon győztes párt vezetőivel együtt tartott sajtótájékoztatót. Robert Golob azt mondta, szakmai kritériumok és nem politikai hovatartozás alapján ítéli majd meg a kabinetbe felkért szakembereket. Golob pártja, a Szabadság Mozgalom 41 helyet szerzett a 90 fős nemzetgyűlésben. Minden bizonnyal a 7 mandátumban rendelkező szociáldemokratákkal alkot majd koalíciós kormány. Erről a jövő héten kezdődnek meg a hivatalos tárgyalások. Izraelbe készül az amerikai elnök. Erről az izraeli kormányfő hivatala számolt be. Azt is közölték, a következő hónapokban tisztázzák a látogatás részleteit. Joe Biden telefonon beszélt Naftali Bennettel, aki többek között elmondta neki, milyen erőfeszítéseket tesz országba a feszültség és erőszak megfékezésére Jeruzsálemben. Ott ugyanis szinte állandósultak az összecsapások a palesztinok és az izraeli rendfenntartók között a templom hegyen álló Al-Aqsa mecsetnél. Bennett támogatást kért Iránnal szemben is. Reményét fejezte ki, hogy Washington nem tesz eleget Teherán kérésének, és nem veszi le az iráni forradalmi gárdát a terrorszervezetek jegyzékéről. Hódmezővásárhelyen kedden tárgyal Lázár János a város polgármesterével. Az egyéni körzetben győztes fideszes politikus egy hete hívta meg az ellenzék volt miniszterelnök jelöltjét, akivel szemben nyert. Úgy fogalmazott, hogy az eddigiektől eltérően kell folytatniuk a párbeszédet, mert a választás győztesének nem csak joga, hanem kötelessége is a béke és a konszolidáció érdekében cselekedni. Márki-Zay Péter annyit közölt, hogy jó ötletnek tartja a találkozót és kész tárgyalni. Mindez azt is jelentheti, hogy a régóta szemben álló két politikus most végleg eláshatja a csatabárdot. A Magyar Szocialista Párt él és élni is fog, üzente a párt elnökhelyettese mindazoknak, akik napjainkban is temetik a pártot. Komját Imre ugyanakkor elismerte, hogy a megújulás elengedhetetlen, ehhez azonban mindenkire szükség van. Úgy fogalmazott, amíg az ellenzéki pártok nem tudnak hiteles kormányzó képességet felmutatni, addig nem is álmodhatnak kormányváltásról. Szerinte a változtatás legfontosabb része a közösségépítés lehet. Hozzátette, határozott, következetes és hiteles politikára van szükség. Holnap a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel kezdődik az idei érettségi vizsgaidőszak. 1162 helyszínen várhatóan mintegy 114.700-an érettségiznek. A hagyományoknak megfelelően kedden a matematika, szerdán a történelem írásbeli következik. Az írásbeli vizsgák május 23-áig tartanak. Az emelt szintű szóbelik június 1-én kezdődnek
a középszintűek pedig június 13 és 24 között lesznek. A vizsgákat a középiskolák és a kormányi hivatalok szervezik, lebonyolításukban 3185 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az érettségig alatt minden helyszínen megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell biztosítani, a maszkviselése javasolt, de nem kötelező. Ezen a hétvégén tartották meg Magyarország legnépesebb tömegsport rendezvényét, az Ultra Balatont. A pénteken kezdődött tókerülő futóversenyre ezúttal minden korábbinál többen 17 ezeren neveztek. A táv 211 km, a verseny központja Balatonfüreden volt. Az esemény továbbra is környezetbarát. A több mint 50 váltópontban nem használnak műanyag poharakat a frissítéshez, valamint szelektíven gyűjtik a szemetet. A verseny résztvevői csipjeik letéti díját visszaváltás helyett jótékony célra ajánlhatják fel. A szervezők minden évben 10 olyan alapítványt, szervezetet, egyéni célt karolnak fel, melyeket a közösségi javaslat alapján állítanak össze, és szavazással döntenek arról, hogy kik kapják a támogatást. A világűrben egy hosszabb távú űrutazás előkészítésével is foglalkozik a Nemzetközi űrállomás új legénysége. A három amerikai és egy olasz űrhajós, akik közül ketten nők, csütörtökön érkeztek meg állomásaikra. Az asztronauták a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Crew Dragon űrhajóján utaztak. Az új legénység három amerikai és egy német űrhajóst váltott fel. Mint közölték, olyan kutatásokat végeznek, amelyek segítik a NASA-t, hogy felkészüljön hosszabb tartózkodásra a Holdon, és végül a Marson is. Itt a Földön viszont valódi tavasz időjárás van ezen a hétvégén. Ma is több órára kisüt a nap, de nyugaton akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot a felhők. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az ország déli felén. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, estére pedig 4 és 10 fok közé hűl le a levegő. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a braillepress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!